Volt itt Corvette, Bugatti, bogárhátú Volkswagen, és hogy a keleti blokk sem maradjon ki, egy eredeti alkatrészekkel működő Lada is. A túra a sétaautózás mellett egyfajta kulturális kirándulás is, mondta Dózsa György szervező, hiszen az állomásokon érdekességeket is megtekinthettek az indulók. A legfontosabb célja az, hogy körbeautózzuk Magyarországot. Én úgy tudom, hogy ilyen rendezvény az elmúlt években nem volt, hogy egy 1700 kilométeres túrán néhány nap alatt egy társaság körbe menjen Magyarország határa mentén, és közben olyan kulturális látnivalókat nézzen meg, mint várak, kastélyok, történelmi emlékhelyek, amelyek útba esnek, és igazából itt az autózáson kívül az országon kulturális megismerése a fő cél. Bárki elindulhatott a rendezvényen, semmilyen megkötés nem volt az autókkal kapcsolatban, két kategóriát hirdettünk, 20 évnél fiatalabb autók és 20 évnél idősebb autók. A túra két futamból áll. Májusban indult az első, és most ez az őszi kör. Az indulók jelentős része ugyanaz. Azon kívül, hogy mindenkinek nyilván nagyon nagy élményt jelent az, hogy egy ilyen autóval körbe mehet Magyarországon, ilyen távolságot, de igazából a kultúra az a lényege. Bármilyen olyan látnivaló, ami nem a szokványos, tehát egy kicsit újat szeretnénk mutatni, és ezért vannak benne olyan pontok is, amik talán az ilyen szervezett túrákban nincsenek benne. Most az első megállónk az Sátorhelyen, ugye a Mohácsi történelmi emlékhely, ami nagyon aktuális, hiszen ma van az évfordulója, ahol egy emlékkoszorúzás is lesz, és aztán megyünk tovább, Villányt nyilván nem lehet kihagyni, és utána elmegyünk Újpetrire, a Traktormúzeumban, aztán Siklós, és akkor így tovább, szépen Esztergomig, szombaton fogunk Esztergomba érni. A viadalon 17 autó indult el, és élvezte az utat, Magyarország kulturális sokszínűségét, és a nézők kíváncsi tekintetét. Mert hát mindannyian büszkén ültek, nem minden napi gépjárművükbe.